az a szó, hogy panaszkodás, az azt jelenti, hogy éjszakai szállás. Ha valami miatt elkezdesz panaszkodni, akkor az azt jelenti, hogy a problémának minimum egy éjszakai szállást még adsz. És hogyha folyamatosan panaszkodsz, akkor a probléma veled marad folyamatosan. De amikor Isten dicsőségét és az ő nevét emeled föl egy problémába, akkor kikerülsz a problémának a körülményeiből. De ha panaszkodsz, akkor azt neki egy éjszakai szállást. Úgyhogy a probléma, ha van, és te azzal foglalkozol, akkor kifizetve van neked egy szállás a panaszkodás szállodájába egy éjszakára. Úgyhogy amikor problémába kerülünk, akkor felemeljük Istennek a nevét. És kikerülünk a problémába, és úgy járunk, mint Pál és Sílás, akik nem panaszkodtak, hogy kaloda van a lábukon, a kezükön, hanem fölemelték Istennek a nevét abba a cellába, és a probléma már arra az éjszakára sem maradt velük.